Még ebben a harmadban egy brutális belépő borzolja kedélyeket. A képernyő szélén még látni, hogy Egri Gergő megcsinálja a cselt, de tovább menni már nem tud, ugyanis Antal Zsombor kíméletlenül elkaszálja őt. A Miskolci 13-as sajnos a jégen marad, aminek komoly következménye lesz. A vizsgálatok keresztszalag szakadást állapítanak meg a Macik saját nevelésű játékosánál, akinek letört egy darab a tért kalácsából is. Az ilyen komoly sérülésnél már nem oszt, nem szoroz, hogy 5 perc plusz végleges fegyelmi büntetéssel leküldték a pályáról a vendégek 17-esét. A Jégkorong barátok nevében ezúton is jobbulást kívánunk Gergőnek.